Hasonló hangulat várja idén is a nyíregyházi kerékpárosokat szeptember 30-án. Ekkor rendezik meg a 6. bringavárost. Az elmúlt években nem mindig volt kegyes az időjárás a rendezvényhez, mégis évről évre többen mozdultak meg. A célja szerintem már meg is valósult, minél többen biciklizzenek, törekedve a biztonságra, egészségjavítás érdekében, ismerjék meg a városrészeket, ugye itt most már minden városrész tulajdonképpen be van kapcsolva a 80 kilométeres kerékpárút hálózat, amit sikerült kiépíteni. Ez is nagyon fontos, mert például kevés sóstói jár Borbányán, vagy kevés orvosi Nyírszőlősbe. Tehát van egy ilyen város önismereti célja is, de a legfontosabb az, hogy kimozduljanak, jól érezzék magukat, egészségükért tegyenek, meg a város szennyezettségének a csökkentéséért is ezzel, mert ugye a közlekedés az egy ilyen tényező, és én nagyon-nagyon örülök, hogy azt a lehetőséget, amit az infrafejlesztések jelentettek, azt a nyíregyházak kihasználják. Ahogy a korábbi években, idén is a belvárosban és 10 különböző városrészen lehet felvenni a pecsétgyűjtéshez szükséges menetlevelet. A további 7 szponzori ponton begyűjtött összesen 18 pecséttel pedig a fődíj sorsoláson is részt vehetnek a bringások. A nap során szinte minden városrészen lesznek kiegészítő programok a helyi civil szervezeteknek köszönhetően. A nagyvárosi kerekezés előtt azonban még egy autómentes nap is várja a bringásokat szeptember 22-én pénteken az Európai Mobilitási Hét keretében. Hagyjuk otthon a gépkocsikat, egyszerűen pattanjunk kerékpárra, húzunk túracipőt, vagy éppen vegyük elő a bérletünket és tömegközlekedésre pattanjunk. Annyi a lényeg az egész Euromobilitás per autómentes napnak, hogy gyakorlatilag próbáljunk meg magunkat szépen apránként hozzászoktatni ahhoz, hogy nem csak az autó létezik, és nem csak az autóval tudunk eljutni A pontból B pontba, hanem erre nagyon sok alternatíva létezik. A programok a Hova tűnt Sanyiban kezdődnek egy bringás reggelivel. A klímatudatos közlekedési kérdőívet kitöltők teát és bundás kenyeret kapnak 7 és 10 óra között. Délután a Kossuth téren folytatódnak a programok bábszínháza, zenével, tánca, mozgása, 17 órakor pedig indul a több mint 2 kilométeres kerékpáros felvonulás a Bújtosi Városliget felé. Az útvonal több forgalmas útszakaszt érint, a Szegfő és a Hunyadi utca kereszteződésében részleges útlezárással is kell majd számolni az autósoknak. A rövid felvonulás idejére türelmet és fokozottabb figyelmet kérnek a szervezők a gépkocsival közlekedőktől.